Az élelmiszer és a víz is fogyóeszköz. A népesség növekedés miatt takarékoskodni kell mindkettővel. Népszerű turisztikai célpont Nyíregyháza. Tavaly megközelítőleg 120 ezeren látogatták meg a várost, ami a lakossággal megegyező szám. Eljutott a gyerekekhez az alma, átadták azt a 8,5 tonnányi gyümölcsöt a megyei gyermekotthonok vezetőinek, amelyet az elmúlt héten szedtek le közéleti személyiségek. A takarékoskodás kell, hogy a legfőbb szempont legyen az élelmiszer és víz felhasználásban. Erről beszélt Fazekas Sándor korábbi földművelési és vidékfejlesztési miniszter egy nyíregyházi konferencián. Ez a Kölcsei Televízió iradója. Üdvözlöm Önöket! Ahogy a politikus elmondta, a megfelelő élelmiszerek előállításához a mezőgazdaság korszerűsítésére is szükség van, ami a gazdaságosságot is növelni fogja. A következő évtizedek egyik legfőbb feladata lehet az élelmiszer pazarlás elleni törekvés, mondta el Fazekas Sándor Nyíregyházán. A korábbi földművelési és vidékfejlesztési miniszter azokról a tényezőkről beszélt előadásában, amelyeket figyelembe kell venni az élelmiszerbiztonsági intézkedések meghozatalakor. A világ élelmezésénél különösen számolni kell azzal, hogy az éghajlatváltozás, a vízhiány, a népességnövekedés, a különböző járványok hatásai, és az élelmiszer pazarlás is befolyásolják azt, hogy miképpen lehet ellátni a lakosságot. Elég ha arra gondolunk, hogy a föld népessége az gyorsan növekedik, 2050-re eléri a 10 milliárdot. Persze a mezőgazdasági termelés is növekedik. Az éghajlatváltozás miatt termőterületeket veszítünk, ugyanakkor párhuzamosan termelésbe vonható területek szabadulnak fel, például Ázsiában, Szibériában, Észak-Amerikában, tehát többféle hatás jelenik meg egyszerre. Fazekas Sándor megjegyezte, Magyarország nagy vízkészlettel és jó minőségű ivóvízellátással rendelkezik, ugyanakkor világviszonylatban vízhiány van kibontakozóban. Hozzátette, mezőgazdasági fejlesztésekre is szükség van ahhoz, hogy a felhasználás takarékosabb legyen. Az öntözés vízfelhasználás kérdésénél is a takarékosabb megoldások irányába tolódott el a technológia, a mezőgazdasági technológia, és hogyha azt nézzük, hogy a vízfelhasználásnál mondjuk egy készterméknél milyen mennyiségre van szükség, hát érdemes takarékoskodni. Egy kiló marhahús előállítása az 15 ezer liter víz szükséges. Tehát, hogyha kidobunk egy kész élelmiszert, akkor tulajdonképpen a vizet is pazaroljuk. Általában tehát egy környezettudatosabb fogyasztásra van szükség, egy beosztóbb, takarékosabb vásárlás az elkövetkező évtizedekben, és egyúttal a mezőgazdasági termésnek a korszerűsítése, a gazdaságosságának a növelése is fontos feladat. A konferencián szót ejtettek az informatika legfőbb veszélyforrásairól is. A biztonsági szakértő szerint a felhasználók nem elég körültekintőek az internet böngészésekor, ez pedig megnyitja az utat az adathalászok előtt, akik könnyen visszaélhetnek a megadott személyes információkkal. Az egyszerű felhasználók kétféleképpen vélekezhetnek. Az egyik a legfontosabb az, hogy a saját jelszavukra nagyon vigyázzanak, hogyha a username password felállásban használnak valamit. Sokkal jobb, hogyha ezt meg tudják erősíteni egy kétfaktoros autentikációval, ami egyébként nagyon fontos, hogy Magyarország élen jár Európába a bizonyos EIDAS-nak megfelelő kétfaktoros autentikációval. Ez a új típusú személyigazolványunk, ez erre alkalmasra tesz bennünket. Ez egyik oldal, a másik pedig az, hogy mindenki csak annyit használja a jogosultságot, amire szüksége van. A konferencián elhangzott, az informatikusok ugyan folyamatosan dolgoznak a biztonság növelésén, de a technológia fejlődésével párhuzamosan a számítógépes bűnözők lehetősége is bővülnek. Az uniós és a világátlagot meghaladó mértékben növekszik Magyarország turizmusa, amit Nyíregyháza jelentősen meghaladott az elmúlt időszakban. Az utóbbi 10 évben több mint duplájára emelkedett a vendégek és az itt eltöltött vendég éjszakák száma is. Ezt Nyíregyházán egy 7 milliárd forintos fejlesztési forrás segítette elő. Míg Magyarországon 2018-ban 15 millió turistát és 40 millió vendégészakát regisztráltak, előbbi a hazai lakosság másfélszerese, addig Nyíregyházát tavaly megközelítőleg 120 ezeren látogatták meg, ami a város lakosságával megegyező szám. Ez szerdán délután hangzott el egy turisztikai fórumon a Szabolcsi megyeszékhelyen. A rendezvény sajtótájékoztatóján Gullár Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója arról is beszélt, hogy Nyíregyháza fejlődése egyedülállónak számít az országban. A magyar turizmus növekedése 2010-től indult meg, és olyan mértékben nő az országos turisztikai
számsor, nyugodtan mondhatjuk, hogy az uniós világátlagot meghaladó mértékben emelkedik. Nyíregyháza városa meg ennél is dinamikusabb növekedést mutatott. Azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék arra, amit a városban történik, és azt is nyugodtan mondhatjuk, hogy a Nyíregyháza turisztikai növekedése az uniós világátlagot meghaladó. Ehhez a fejlődési ütemhez számos beruházásra volt szükség. Az attrakciófejlesztések közül az állatparkot és a fürdőt emelte ki Kovács Ferenc polgármester, aki elmondta, a szálláshelyek hiánya volt Nyíregyháza legfőbb problémája az elmúlt években. Főszezonban nem volt elég hely konkrétan, ebben is tudtunk nagyon előrelépni, néhány magánpanzió is épült, de kiemelni a Pangea Hotelt, amit tavaly nyitottunk meg, illetve most nyílik októberben a Hungest által üzemeltetett nagy 123 szobás, 200 fős konferenciateremmel rendelkező hotel, mind a két hotel. Nagyon különleges, egyik az állatparkkal van szervesen összekapcsolva, másik a fürdőinkkel, ez nagyon fontos, de én azt gondolom, hogy a 7 milliárd fejlesztési forrás mellett, amit a turisztikára tudtunk tölteni, az innováció az, ami nagyon sokat segített. Kovács Ferenc hozzátette, az újítások között szerepel a gasztronómiai programok szervezése, a technikai sportversenyek rendezése és a kulturális turizmus fejlesztése is, amilyen a Szeúzó, a Munkácsi és a mostani Szinyei Merse kiállítások voltak. Ingyenes hepatitis C szűrés szervez a Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete szeptember 28-án Budapesten és 6 vidéki helyszínen, köztük Nyíregyházán is. Az anonim szűrésen tanácsokat is adnak a fertőzés megelőzésével kapcsolatban, de cél az is, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. Magyarországon körülbelül 20 ezeren vannak tisztában a betegségükkel, és közel 70 ezeren nem tudnak róla, hogy fertőzöttek, hiszen akár évtizedekig is tünetmentesek lehetnek. A betegség ellen védőoltás nem létezik, de gyógyszerrel kezelhető. A vérútján terjedő vírus kialakulásánál veszélyeztetettek a tetováltak, az akupunktúrás kezelést igénybevevők, de a közös fogkefét használók is. Nyíregyházán a szűrőbuszt most szombaton 10 és 17 óra között a Kossuth téren lehet megtalálni. Átadták azt a 8,5 tonnányi almát a megyei gyermekotthonok vezetőinek, amelyet az elmúlt héten szedtek le közéleti személyiségek a nagykálói Tész telephelyén az őszköszöntő jótékonysági almanapon. Az átadón elhangzott, az almatermelők szerint a közeljövőben technológiai változtatásra van szükség ahhoz, hogy a magyar alma a világpiacon is jelentős szerephez jusson. Megszeretetni a gyerekekkel. Ez is a célja annak, hogy a múlt hét kedden leszedett több mint 50 ezer darabnyi almát gyermekotthonban élő fiatalok kapják, hangzott el szerdán a megyeházán. Az eseményen 5 megyei intézmény vezetője vette át az adományt, amely mintegy 220 hátrányos helyzetű gyerek mindennapi ellátását biztosítja több hónapra. Az almaszedő napot azért szerveztük meg, mert szeretnénk azt, hogyha szabolcsi almának minél jobb híre menne szerte az országban, ezért sok olyan közéleti embert meghívtunk, akik nem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, hanem az ország más pontjain tevékenykednek, és az idejében már egy jótékonysági szerepet is adtunk ennek a rendezvénynek. Azt az alma mennyiséget, amit leszettünk, azt az alma mennyiséget a megyében lévő gyermekotthonok számára ajánlottuk fel, hogy az ott lévő gyerekeknek a mindennapi étkezéséhez hozzájáruljunk, az egészséges táplálkozáshoz. A nagykállói termelői értékesítő szervezet tulajdonosa Bölcskei György szerint ahhoz, hogy az említett gyümölcs a külföldi kereskedelem szerves részét képezze, gyökeres változásokra van szükség. Itt is, mint minden termelésben, rögtön a világpiacsal szembesülünk. Itt egy korszerű, egy fajtaváltást és technológiaváltást kell csinálni, ami biztosítja, hogy olyan minőségű almát és olyan fajtákat tudjunk termelni, amiket nem csak a magyar piacon, hanem világpiacon is el tudunk adni. Ez viszont egy olyan mértékű beruházást kíván, amihez mindenképpen szükséges, a megyétől kiindulva egy olyan rendszer kidolgozása, amikor ennek a biztonságos megterülését látják a termelők, hiszen alapvetően ez kisnövekre alapozott ez a rendszer. A magyar piac számára messze Szabolcs-Szatmár-Bereg megye biztosítja a legtöbb almát, a gyümölcs helyi fontosságára a megye címerében lévő almafa is utal. Erre a jelentőségre utalva Román István kormány megbízott Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke, és Bölcskei György egy almafa csemetét ültetett el a megyeháza udvarán.
A gazdaságvédelmi akcióterv részeként 2020. január 1-től megszűnik az egyszerűsített vállalkozási adó. A megfelelő új adózási forma kiválasztásában EVA kalkulátor segít a vállalkozóknak. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint, ha az EVA-s nem tesz semmit, január 1-től automatikusan az általános szabályok szerint adózik, de december 31-ig választható a KATA vagy a kisvállalati adó, a KIVA. A Nemzeti Adó és Vámhivatal ezen a héten küldi el elektronikusan a közel 17 ezer érintett evásnak a figyelem felhívó levelet, amely tartalmazza a leglényegesebb információkat és az EVA kalkulátor linkjét is. Folyamatosak a fejlesztések Tiszaeszláron, a legújabb beruházás például egy idősek otthonának építése, amelyet néhány nap múlva át is adnak. Az önkormányzat emellett az otthon teremtésre is nagy hangsúlyt fektet, egyre többen költöznek ugyanis a közel 3000 fős településre. Idilli község a Tisza keleti partján, ez Tiszaeszlár, amely egyre népszerűbb a letelepedni vágyók körében. Még ha nem is mind itt dolgoznak, többen költöztek a településre az elmúlt években. Ahhoz, hogy újabb családok tehessék ezt meg, új lakásokra is szükség van. Mint 35 perc című műsorunkban Tiszaeszlár polgármestere elmondta, már zajlik is ezek építése. Minden olyan lakást tulajdonképpen eladtunk, amelyet korábban felépítettünk, vagy újjáépítettünk, vagy felújítottunk. Most már tulajdonképpen folyamatban van egy 3 lakásos, korábban egy állatorvosé volt, önkormányzati szolgálati lakás, emeletes lakás, és félig már ki van alakítva egy 3 normális lakás, tulajdonképpen annak a külső leszigetelése, válaszfalazás már készen van, fürdőszobák kialakítása, tehát valóban hozzá is fogtunk ahhoz is. Az eddigi népesség megtartását és az új lakosok betelepülését szolgálják azok a hiánypótó fejlesztések is, amelyek megvalósulása évekkel ezelőtt elkezdődött a településen. Ezek sorába tartozik a 2004-ben 80 millió forintból megépült művelődési központ, valamint a szolgáltatói ház, amelyben a falugazdász tudja fogadni ügyfeleit. Az elmúlt hetekben, hónapokban pedig az idősek otthona készült el. Évek óta ezen törtük a fejünket, és egy megfelelő épületet igyekeztünk hozzá keresni. Megvásároltunk, tavaly tudtuk megvásárolni ezt a jó állapotban lévő épületet, ezt felújítottuk és kibővítettük, úgyhogy most 17 fős épület lesz készen, és várjuk az ide beköltözni szándékozó idős embereket, rengetegen jelezték már, elsősorban természetesen Tiszaeszláról, és ha ez nem lenne ezzel tele, akkor a szomszéd településekről is többen jelezték már a beköltözési szándékukat. Az idősek otthonát jövő hétfőn adják át Tiszaeszláron. A polgármester szerint nem lesz gond azzal, hogy rögtön tele is legyen, mivel sokszor éveket kell várnia annak, aki be akar kerülni egy ilyen intézménybe. Másfél millió forint értékben 4 asztalt és pingpong felszereléseket kapott a Jola sportszergyártó cégtől a Nyírbátori ASE. A cég emellett egyéni támogatói szerződés kötött az Európa válogatott Tölgyes Dorottyával. A bővítés alatt álló Nyírbátori edzésközpont a jövőben nemzetközi edzőtáboroknak ad majd otthont. A válogatott Majoros Bence már a nemzetközi porondon öregbíti a nyírbátori ASE hírnevét, az egyesületnél pedig mindent megtesznek azért, hogy megtalálják a jelenleg Franciaországban profiskodó játékos utódait. Az eredmények az asztali tenisz egyik meghatározó sportszergyártó cégének figyelmét sem kerülték el, így a héten 4 asztallal és számos kiegészítő sportszerrel gazdagodott a pingpongozók otthonául szolgáló Győrfi Tibor edzésközpont. Ami miatt mi másfél évtizede stabilan partnerei vagyunk a nyírbátori ASE-nak, az a szakmai munka, ami itt folyt és folyik, és hát valószínűleg a jövőben is folyni fog. Viszont hát most jött el egy olyan pillanat, amikor olyan egyéb adottságok is megteremtődtek, amitől egyébként így elég egyedülálló lett ez a körülmény, ahol itt vagyunk, és hát ez nyilván a mi cégünknek is kimondottan, hogy mondjam, fontos is, érdekes is, és egy nagyon jó megjelenés arra, hogy itt Kelet-Európában vagy Közép-Kelet-Európában legyen egy olyan bázisunk, ami bizonyos értelemben egyedülálló. A város polgármestere elmondta, az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik minden segítséget megadni az aszlai teniszezőknek, de szükség van más támogatókra is.
Rendkívül fontos, hogy ilyen megállapodások, ilyen szerződések szülessenek, mert ezek tudják biztosítani a megfelelő eszköz háttért, szakmai háttért ahhoz, hogy a versenyzők a legmagasabb szinten is versenyezni tudjanak. Az edzésközpontban a felújítás után 16 sportoló tudnak majd elszállásolni, és a terem tervezett bővítését követően 12 asztalon tarthatnak edzéseket. Romániából eddig is gyakran érkeztek edzőtáborozni Nyírbátorba, de most új táblatok nyílnak meg. A jövőben ez úgy néz ki, hogy német, magyar és román kapcsolattá fog bővülni, és mivel Nyírbátor pont félúton van, ezért, és ilyen infrastruktúrával fog rendelkezni, ezért minden valószínűség szerint, hogy a jövőben nagyon komoly felkészülési lehetőség lesz Nyírbátorba, valamint mi a válogatottnak is, a korosztályos válogatottnak is felajánlottuk azt, hogy itt ebben az edzésközpontba felkészülhetnek. A sportszergyártó cég egyéni szponzori szerződést kötött a serdülő válogatott Tölgyes Dorottyával, aki az extraligában szereplő női csapat tagjaként már túl van 4 mérkőzésen. Számomra szerintem nagyon jól sikerült, mert azt hiszem 3 meccset buktam, szerintem a 9-ből, szóval teljesen meg vagyok vele elégedve. 2 győzelmünk lett a 4-ből, szerintem az is teljesen reális volt, igazából Budaörs ellen nem vártunk győzelmet, mert tudtuk, hogy tőlük viszonylag simán ki fogunk kapni, mert ő az idei legjobb csapat. Hát a többi meccsről igazából nem nagyon tudok mit mondani, mindenki jól játszott szerintem, hoztuk, amit kell. Kiegyensúlyozottak voltunk, az új angol lány is szerintem nagyon jól játszott, szerintem jó is a párosunk. Tölgyes Dorottya az Európa válogatott tagjaként ott lesz majd október végén a lengyelországi csapatvilágbajnokságon. 18 fiú, illetve lány csapatban mintegy 200 fiatal kosárlabdázik a nyíregyházi Nyikse színeiben. Vasárnap az Egyesület bázisának számító Bánki udvarán a józsavárosi streetball pikniken szeretnék tovább népszerűsíteni a sportágat a nyiksések. Több hónapos toborzást követően mintegy 200 fiatal várja a kosaras szezon kezdetét a Nyikse színeiben. A bázis iskolának számító Petőfi, Móra és Kazinci diákjai között válogattak az egyesület edzői, akik végül 14 fiú és 4 lány csapatot tudtak összeállítani a különböző korosztályokban. A gyerekek között vannak olyanok, akik már rendelkeznek némi előképzettséggel, és olyanok is, akik most ismerkednek a sportág alapjaival. Sok csapatot építettem már, most már látom, hogy nagyon sok ügyes gyerek van. Mivel egy korosztályban több csapata is indulunk, tehát megvan az a lehetőség, hogy a nagyon ügyes gyerekeket, esetleg akik már valamilyen módon kapcsoltak a kosárlabdába, az első számú csapatba versenyeztessük, de nagyon fontos dolognak tartom, hogy minden gyerek lehetőséget kapjon a sportolásra, tehát nálunk a kevésbé ügyes gyerek is el lesz indítva a bajnokságba, és a szolga majd el fogja dönteni, hogy ki hova juthat. A Nyisse vasárnap egy egész napos rendezvényen népszerűsíti a sportágat, a Bánki udvarán, a józsavárosi streetball pikniken valamennyi korosztály képviselőit várják a szervezők. A Józsaváros amúgy is egy pezsgő városrész, nagyon sok rendezvénnyel mindig. Ezek egy része a művelődési házban, egy másik része a Grundon, a téren, iskolák környékén van. Sportrendezvény annyira nem speciális Józsaváros, itt még nem láttunk, nem hallottunk róla. Szerettük volna a mi sportágunkat, a kosárlabdát is népszerűsíteni. Ezáltal találtuk ki, hogy legyen egy józsavárosi streetball piknik. A streetballt azt mindenki játszhatja, kicsik, nagyok, idősebbek, fiatalabbak, elég széles körben, a legkisebbektől a legidősebbekig. Nem kell képzetnek sem lenni hozzá feltétlen. 3-3 elleni játékot takar, 4-en vannak egy csapatban, bárki jelentkezhet, regisztrációs díj nincs, nevezési díj nincs, tehát mindezt ingyen bérmentve megtehetik vasárnap 9 órától. A rendezvény valamennyi résztvevője kap egy pólót, és a kosárlabda mellett több kulturális kísérőprogram, valamint egészségügyi állapotfelmérés is várja az érdeklődőket. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. Az éghajlatváltozás és a népesség növekedés miatt az élelmiszer és a víz felhasználása is kulcskérdés lesz a következő évtizedekben, ezért a takarékosság szükségességére figyelmeztetett Fazekas Sándor korábbi földművelési és vidékfejlesztési miniszter Nyíregyházán egy konferencián. Az eseményen az informatikai biztonság is szóba került. A szakértő az egyszerű felhasználók nem körültekintő internet használatát emelte ki.
Az uniós és a világátlagot meghaladó mértékben növekszik Magyarország turizmusa, amit Nyíregyháza jelentősen meghaladott az elmúlt időszakban. Míg Magyarországon 2018-ban 15 millió turistát és 40 millió vendégészakát regisztráltak, addig Nyíregyházát tavaly megközelítőleg 120 ezeren látogatták meg, ami a város lakosságával megegyező szám. Megszerettetni a gyerekekkel. Ez is a célja annak, hogy a múlt hét kedden leszedett több mint 50 ezer darabnyi almát gyermekotthonban élő fiatalok kapják. A 8,5 tonnányi gyümölcsöt a megyei gyermekotthonok vezetői vették át. Ezzel mintegy 220 hátrányos helyzetű gyerek egészséges étkeztetéséhez járulnak hozzá több hónapon keresztül. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták szeptember 26-án csütörtökön friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet. Éjszaka párássá válik a levegő, köd, illetve réteg felhőzet több helyen is képződhet. Estig eső, záporeső még valószínű, néhol zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 fok körül alakul. Péntek estig változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. A köd fokozatosan mindenütt feloszlik, kitisztul az idő. Legfeljebb néhol fordulhat elő pár cseppes eső. A délnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 fok körül alakul. A következő napokban változékony időre van kilátás, ugyanis több front is eléri majd hazánkat. A többször erősen megnövekvő felhőzetből több helyen, illetve több alkalommal is lehet csapadékra számítani, de vasárnap, illetve kedden átmenetileg szárazabb, naposabb időre készülhetünk.